Néró a véres költő. Kosztolányi Dezső regényének rádióváltozata, első rész. Micsoda meleg van. Szomjas vagyok. Úgy látszik, elaludtam ebéd után. Claudius császár elszúnyogált egy kicsit. Na, nem baj. Csak ne lennék ilyen szomjas. Hé, vizet adjatok! Hé, testőrök, vizet! Senki. Meg szomjam veszhetek. Te vagy Agrippina, és te, Néró. Gyertek, gyertek csak. Te szóltál, Claudius? Hangokat hallottam. Igen, én inni kértem. Hol vannak a testőrök? Elengedtem őket, hogy megnézhessék a kocsi versenyt. Nem jól tettem? Dehogy nem. Te vagy a legokosabb és a legjobb feleség, Agrippina. És te, Néró, a legjobb fiú. Úgy kedvellek, mintha édes gyermekem lennél. Ó, nagy császár, még mindig szomjas. Rögtön, Claudius, rögtön. Hozok vizet! Nem, majd én. Tessék, Claudius. Igyál, Claudius. Köszönöm, Agrippina. Olyan jó vagy. Olyan jó. Mi történt? Anyám, nézd, rosszul van! Orvos hamar! Hagyd! De hiszen meghal! Hagyd, Néró. Már meghalt. Beteg volt? Sosem tudtam róla. Nem volt beteg, csak öreg. És semmire se jó. Akkor anyám, te... Császárrá tettelek, fiam. Elég legyen. Férfi vagy most már, nem gyerek. Búcsúzz el tőle, és menjünk. Intézkedni kell. Ave. Ave, Cézár. Köszönöm hűségteket! Most elbocsátlak! Magam akarok maradni! Ti is menjetek, Octavia Britannicus! És te is, anyám! Ahogy parancsolod, Cézár! Össze kell szednem magam. Minden összezavarodott bennem. Később, egy óra múlva küldesetek Senecáért. Látni akarom. Szenvedek, Seneca. 8 éves korom óta nevelsz. Meg kell, hogy érts. Császár vagy. Többet nem érhet el, halandó. Talán éppen azért. Rosszul érzem magam ebben a bíborban. Nehéz. És nem tudom, mire való. Tedd nagyjá Rómát újra. Teremts új aranykort, mint nagy ősöd Augustus. Akkor majd könnyűnek érzed. Rómát? Nos, igen. Vannak is elképzeléseim, vagy talán álmaim,
hogy kellene Rómából egy új, nagyszerű várost csinálni. Széles terekkel és utakkal a sikátorok helyett. Valami olyat, mint Athén. De ez csak Róma, és nem én. Nem én, Seneca. A fájdalom vagy az öröm bennem kell, hogy legyen. Nem Rómában. Fájdalomra és szenvedésre vagyunk teremtve. Nincs olyan bánat, ami természetellenes és elviselhetetlen. Miért hal meg az ember, Seneca? Claudius? Benne találkoztam szemtől szembe először a halállal, de nem csak ő, Seneca. Te, én, mindnyájan. Vagy miért élünk, ha meg kell halnunk? Túl sok, amit feltételezel rólam. A halál titkát mindnyájan megtudjuk egyszer, de ezt a titkot magunkkal visszük. Ez a tudás nem örökíthető át másra. Ha elmehetnék valahová messze, de látod, ez a bíbor már is lekötöz. Itt kell magamban hordanom a fájdalmat. Bölcsen beszélsz. Épp ezért magadban kell legyőzned a fájdalmat is. Mivel? Fájdalommal. A keserű nem gyógyítható édessel, csak keserűvel. Világosabban, Seneca. Nézd csak. Ezen a télen, hogy hó esett, nagyon fáztam a szobámban, a hideg végigmart rajtam, hiába burkolóztam takarókba, a kezem is elgémberedett. Írni se tudtam. Egy szóval nagyon szenvedtem. Keresni kezdtem szenvedésem valódi okát, és rájöttem, hogy a baj nem künn van a hidegben, hanem bennem. Csak azért fáztam, mert azt óhajtottam, hogy meleg legyen. Elhatároztam, hogy nem a meleget akarom, hanem a hideget. Elrúgtam takaróimat, levetettem tunikámat, de még egy kis havat is hozattam be az udvarról, ahova ledörzsöltem magam, élvezettel szívtam be az éles, tiszta levegőt, és egyszer csak meleg járt át, felöltöztem, még dolgozni is tudtam. Egy ültő helyemben megírtam a Tiestész 3 új jelenetét. Boldogságunk vagy boldogtalanságunk nyitja nem a dolgokban, hanem a dolgokhoz való viszonyunkban van. Lehet, hogy igazad van. Én azonban ezt az elméletet nem tudom és nem is akarom magamra alkalmazni. Én meg akarok szabadulni a bennem lakozó fájdalomtól. Ha máshogy nem akár, valami varázslat árán is. Varázslat? Sokféle varázslat van. Itt van például a görög tragédiák varázslata. Olvasd őket. Ezekben gyász van, de orvosság is. Vérző sebre, fekete orvosság. Azt mondják, az írás is gyógyít. Most magam is készülök valamit írni. Nem tudom. Meg lehet az írás is gyógyít, talán azáltal, hogy rendet visz a gondolatok zűrzavarába. Aki élni tud ezzel az orvossággal, annak bizonyára használ is. És most menj, Seneca. Fáradt vagyok. Hé, testőr! Nézzetek utána, kifuvolázik! És küldjétek ide! Parancsolj velem, Cézár. Te fuvoláztál? Igen, én. Hogy hívnak? Eukáreusz. A hadsereg zenésze vagy? Nem, uram. Utcai járus vagyok, uram. Tanított valaki? Nem, senki. Miért fuvolázol? Hallgatja valaki? Csak én magam. Miért hát? Megnyugtat? Csak úgy. Jól esik, uram. Jól esik. Jól esik. Elmehetsz. Holnap jelentkez a kincstárnokomnál 100 szeszterciuszért. Ne hálálkodj, eredj. Jól esik. Igen. Ez az.
Jól esik. Egy utcai árus, egy hitvány szatócs. De este kiülhet a bódéja mellé, nézheti a csillagokat. Mit neki Róma császár hatalom? Ott van neki a fuvolája, és betölti vele magát és a világ mindenséget. Néha felnéz a palotára, látja, hogy a császárnál világos van. Talán még a császár imbolygó árnyékát is látja a falon. Aztán vállat van, és játszik tovább. Mert jól esik játszani. Apám, ha látnál most, talán megnyugvást is találnál. Te már megnyugodtál Hádész örök sötétjében és békéjében, de nekem ki ad békét, apám? Kinek beszélek én? A falaknak! Az üres falaknak! Talán, ha leírnám mindazt, ami szorít, vagy bármit. Szeneka azt mondta, az írás megnyugtat. Meg kellene próbálni. De hiszen én nem vagyok. Miért ne? És ha mégis? Hé! Fickó! Írótáblát vesző gyorsan! Miért ne? Drága apám, ki leszállsz a kietlen Hádész ölébe, ott, hol a Sztix vizek görgeti, pergeti habját, s Káron a vadladikos viszi át a halandó lelket. Hallod-e ott a dicső eleinknek szerte kiáltó jajteli, búteli hangját? Túl a vizen, a sivár, bús éjjeli parton állnak a holtak, a rég voltak, a vitézek, s várnak az új jövevényre egyre meretten. Ott áll mindam a hős, ki vitézen támad a Tróján, áll Menelaosz, s áll a dicsőséges Agamemnon. Karja kitárva, mintha harc mezejére, nagyszerű tetre, a harcra hívna örökké. Pajzsán díszre kiverve ott küzd bajnokok árja. És akkor az ég megdördül-e, mint a messzire habzó tengeri tajték, mely zúg forva a hatteli szirten. Fellegtorlaszoló Zeus így szólt: nézd, Agamemnon, Trója nyomán új város nő ki sarjad a földből, Róma lesz majd a neve, s a világon szerte sugárzó napsugarak fonják majd hősi dicsét koszorúba! Hagyd, Szeneka, ne tapsolj. Most, hogy felolvastam az egészet, érzem, hogy milyen rossz. Ismerem és megértem ezt a hangulatot. Nagyon régóta. Minden költő ilyen. Azaz nem mind. Csak a jó poéták, a rosszak biztosak a dolgukban. A jók látják a nehézségeket, tudják, milyen ég-föld különbség van a közt, amit akartak, és amit létrehoztak. Csak vigasztalsz. Ne. Neked nincs szükséged vigasztalásra. Igazán nincs. Hát, nem olyan rossz? Nem rossz, hanem pompás. Egyszerűen pompás. Szeneka. Elragadó.
Hihetek neked, Seneca? Ha megígéred, hogy nem leszel ilyen kisítő. Megígérem, megígérem. De értsd meg, miért szenvedtem? Én megtudtam, ez a legjobb, a legtöbb. Írni. Csak ezt érdemes. Mindig is ezt akartam, csak nem tudtam róla. Ha pedig nem lehet, vagy nem tudok, akkor mit tehetek? Milyen szerény vagy, Cézár. Nem, nem vagyok szerény. Neked elmondhatom. Reggel, amikor készen lettem, kikocsisztam. Ágtató lovakkal. Olyan szép és friss volt minden. A nyár velem száguldott, mintha lángokban repültem volna fölfelé. Igazi költő vagy. Csak azok beszélnek így. Lásd, ezt írd meg. Ezt? Ezt is. Mindent. Mindent, amit gondolsz és érzel. Gyermeke, még fiatal vagy, még minden előtted van. Az igazi művészet az aggoké. Ó, Seneca. Most lett egészen tiéd a világ, a hatalmasok csak kormányozzák, de a költő egészen bírja. Uralkodik rajta, vállán tartja a földet, mint Atlasz. Uralkodj az embereken, és a költészettel uralkodj magadon. Igen, igen. Mindig írj újjat, újulj meg abban, amit írtál. Igen, igen, igen. Írni fogok. Írni! Mennyi, mennyi elképzelésem lett hirtelen. Egy idilt Daphnisról és Chloe-ról. Egy ódát a messze nyilazó Apollóról. Aztán tragédiát. Tragédiákat! És aztán az írás mellett élned is kellene. Te még nem ismered az életet, mely minden tapasztalat kult forrása. A fiatalság csak a fölszínt látja, ami alatta van. A mélységet. Még nem. Innen a magasból át sem tekintheted. Le kellene szállni kissé az emberek közé. Igen. Igen, mindent megteszek, Seneca, amit tanácsolsz. Csak ne hagyj el engem. Vezess! Vezess! Lalage, kedves Dajka. Itt vagyok, csillagom. Kívánsz valamit? Nem. Semmit, Dadus. Csak olyan szomorú vagyok. Szomorú? Istenek! Ha én ilyen fiatal lennék még virágom, és már is császárné, nem lennék én szomorú? Nem bizony? Jaj, Lalage. Hiszen nem szeret. Már miért ne szeretne, galambom? Érzem én azt, Dadus. Sosincs velem. Nem kellek neki. És császár egy világ gondja vállán. Hogy turbékolhatna? Ej, Oktávia. Nem csak ez, Lalage, tudod jól. Alig látom. Éjjelenként a városban csavarog, áruhában iszik a legrosszabb csapszékekben. Olyan emberek között, hogy elpirulok a szégyentől, ha csak rá gondolok is. Ismernie kell az alattvalóit, kedveském. Hát hogyan is élnek? No. Ezt mondta az öreg Seneca is. Hogy nem röstel vénember létére vele tartani ezeken a sötét éjszakai kirándulásokon. A múltkor is megkergettek egy békésen hazatérő családot. De ha még csak ennyi lenne. Ide hozza a palotába Zodikuszt és Fannikuszt, Róma két legaljasabb, legzüllöttebb emberét, csak azért, mert életükben már faragtak két-három rossz rigmust, koszorús költőknek nevezi őket, és marékszámra szórja nekik a pénzt. Teheti, csillagom, teheti. A császár gazdag. És azt is teheti, Lalage, hogy mindenféle rossz nővel összeadja magát az utcán, azt is teheti. Ne sír, no, ne sír. Fiatalka még ő is, majd lehiggad, majd megnyugszik ő is. Hallod, Lalage? Megint fuvolázik valaki. Hallom, hallom, ilyen vidám.
Milyen szomorú. Üdvözlégy, Szeneka. Bájjében tudtalak. Ott is voltam, hogy 3 hónapig, kedves Lukánuszom. Jót is tesz az ottani gyógyvíz a köszvényemnek. Hát, öreg vagyok én már az ilyen zajos, divatos üdülőhelyekhez. Vald be inkább, hogy hiányzott a város. Hm? Az irodalmi közélet, ahogy egyesek nevezik. Hiszen ez a fürdő sem csendesebb, mint Bájjé. Éles látásod nem kopott meg, Lukánusz? A te unokaöcséd vagyok. Felmehetnénk a pihenőbe, ha voltál már a gőzben. Nyugodtabban beszélgethetünk, és alig, ha nem ott találjuk Britannikust is. Jó, veled tartok. Ott legalább kaphatunk egy kis frissítőt is. Milyen a hangulat Rómában? A közhangulat kitűnő. Különösen a fórum léhűtőjé. Van ott minden, ami szemszájnak ingere. Csak úgy röpködnek az ingyen utalványok. 400-600 szesztercius, ingyen gabona, újfajta cirkuszi játékok, 4-es tevefogattal. Még a tombolát is bevezette a császár. Az arénában sorsjegyeket osztogatnak. Nyerhetsz vele, barátom, rabszolgát, trópusi madarat, festményt, búzát és vadállatot, ki tudja még mi mindent. Aztán a népnek az is tetszik, hogy a császár álruhásan együtt vedel vele a kocsmákban, és szeretkezik az utcalányokkal. Ez igen, ez derék, ez népszerű. Persze nem mindenki ismeri fel a koszos csavargóban az isteni vért, és ilyenkor egy-egy féltékes fickó jól eldöngeti. Ezt Andromahusztól, az orvostól tudom, aki kenegette szem alatt a monoklikat. Csendesebben. Itt van Britannikus. Ó, ja, Britannikus nagyszerű ember. És azon felül kitűnő költő, a védencem is felfedezettem. De Néró fél testvére. Az igaz. De lehet testvére az édes a keserűnek. Britannikus szelíd és kellemes, de ne hitt, hogy nincs benne tüske. Végül is az öreg Claudius kitagadta őt, az édes fiát, hogy örökbe fogadhassa Nérót. Na nem, mintha Britannikus alkalmas lett volna a bíborra. Nem. Ahhoz túlságosan jó költő. Hmm. Éppen téged dicsértünk, Britannikus. Természetesen érdemtelenül. Légy üdvös, Szeneka. Szívesen megnézném munkáidat, Britannikus. Ne hidd Lukánosznak, Szeneka. Lukánosz van annyira jó költő, hogy se hiú, se irigy ne legyen, és túlbecsüljön másokat. Számtalan felfedezetjével dicsekedhet. Nos, ezek egyike vagyok én is párszoros versikéimmel. Párszoros versikék? Kis remek mű mindegyik. Az igaz, hogy hosszúságban egyik sem veheti fel a versenyt a mai híres művel, hogy drága apám, ki leszállsz a kietlen Hádesz ölébe. Lukánus. Az igaz viszont, hogy ezen egész Róma mulat, bár szerzője nem komédiának szánta. És ez a válasz is megfelel iménti kérdésedre, Szeneka. Az irodalmi közhangulat Rómában egyetlen harsány kacaj. Nem túlzás ez? Túlzás? És az nem túlzás, hogy 40 évvel a nagyszerű Augustus halála után trónján egy nyivákoló, kappanhangú költöcske ül, aki csak úgy ontja magából a förmedvényeket, mértéket nem tudva, még vers mértéket sem. Ide jövet a fürdőbe a következő disztihont olvastam egy ház falára pingálva. Néró fülei, mi ez zaj? Hahotáznak az istenek is fönn, rigmusodat nevetik, versfaragó nyavajás. Na tessék, az irodalmi közvélemény. Elég ízetlen versike. Lehet, de találó. Nála ugyanis csak istenek vagy félistenek szerepelnek. Nem adja a láb, semmit sem tud a nevén nevezni. Mikor hascsikarása van, akkor a hascsikarás istene látogatja meg. S felleg torlaszoló Zeus így szólt, süvöltő marhaság az egész, utánérzések halmaza Homérosz savanyú kovászával felfújt semmi. Mindez nem is olyan mulatságos. Nem. Borzalmas. Nyápic erőszakoskodás. Az igazi költőt, ahogy mondják, homlokon csókolta a múzsa. Nos, Néróval nem esett meg ez a szerencse. Erre gondolt egyet, ő csókolta homlokon a múzsát. Egyszerűen erőszakot követett el. Hagyjátok, egyszerűen csak gyenge költő. Ha csak ennyi volna.
De császár is, a szerencsétlen. Csönd. Ki volt ez az ember? Észre se vettem, hogy itt van a nyugvó széke. Te ismered Brictannicus? Sajnos igen. Valami zúgköltő, egy éve még pár szeszteciuszért faragott rémeket megrendelésre. Zodikusnak hívják. Mostanában a császár első számú bizalmasa. Jól van, Zodikus. Tudtam, hogy bízhatom benned. Biztos, hogy csak hárman voltak? Biztos. Seneca, Lucanus, Brittanicus. És Brittanicus csak ennyit mondott? Ennyit. Hagyjátok. Egyszerűen csak gyenge költ. Elég! Hallottam már! Bocsánat. Elmehetek? Maradj. Nem értem. Illetve Lucanust értem, közismert gyalászkodó. Nem átallott a Horácius csipás lírikusnak nevezni, ráadásul költő. Igaz, hogy még közepesnek se igazán nevezném, tehát irigy és rosszmájú. Egyszerűen száműzöm, igen, száműzöm, semmi kétség. Senecát is értem, óvatos öreg róka, az igazi véleményét megtartja magának. De Brittanicus... Mi oka lehetett Brittanicusnak, hogy... Úgy hírlik, időnként aranylanton játszik magának, s énekel mellé. Kellemes a hangja. Köszönöm, Zodikus, elmehetsz. Császárom. Na, várj csak. A hírért 200 000-et kapsz. Most menj. Kellemes a hangja. Aranylant. Nem, többről, sokkal többről van itt szó. Valamit tud, amit én nem tudok. Valami fontosat, valami titkot. Meg kell tudnom, el kell, hogy árulja. Testőr! Küldjétek hozzám Brittanicus herceget! Mie is megjön! Azonnal! Ülj le, Brittanicus! Most nem vagyok császár, testvér vagyok. Mit akarsz tőlem? Azt akarom, hogy a régi barátság fűzzön össze bennünket. Szívesen látlak udvaromban, Brittanicus. Kegyes vagy. Ne, így beszélj másképpen. Látod, én őszintén szólok. Igazat akarok tenni. Igen. Nekünk kettőnknek együtt kell haladnunk. Nagy terveim vannak veled a jövőben. A kvesztori vagy a konzul méltóság nyitva áll előtted. Kell talán tartomány? Csak egy szabadba kerül. Bitínia? Vagy Szíria? Nem kell. Nem jó szemmel nézem, hogy visszavonulsz. Claudius atyánk sem örülne ennek. Némely esetben a szerénység, szerénytelenség. Beteg vagyok, tudod. No, tudom, epilepszia, de a roham ritkán vesz elő. A versenyeken, ünnepségeken, gladiátorjátékokon sose látlak. Nincs időm. Értelek. Te írsz. Olvastam verseidet. Egy-két sora megragadott, elbűvölt. Csodálatos tehetség vagy, Brittanicus, eredeti és friss. A gondolat világos, a forma, az ütemlejtése tökéletes. Mintha lenne bennünk valami közös vonás. Te szintén írtál egy verset Apollóról, mint én. Aztán az a másik versed, az Asklepiadeszi, az mértékben halványan emlékeztet az Agamemnon kezdetére. Természetesen egészen más, de mégis, mintha a költészetben is rokonok lennénk. Nem gondolod? Hogyne, igen. Úgy érzem, hogy lenézed a közéletet és a politikát, talán igazad van. Amit a hadvezérek és császárok alkotnak, hamar elmúlik. A diadalívek összeomlanak, és elfelejtik őket. Homérosz 1000 évvel ezelőtt meghalt, Szaffó 600 éve, Aiszkülosz 400-ada nem él, de többet tudnak róluk ma is, mint Cézárról vagy Augustusról. Igen. Azt kell megérteni,
megragadunk, amit gondolunk és érzünk, nem amit birtokolunk. Én is azt teszem. Most például drámát írok Niobéról. Érdekes, izgalmas műfaj, naponta dolgozom rajta. Latinul írom, hogy a köznép is megértse, holott a görög sokkal zeneibb nyelv. Hiába néha a nagyművészeknek is engedményt kell tenni. Fárasztalak? Téged inkább a lantos költészet érdekel? Nem. Dehogy. Végre ennek vagy mestere. Hallottam, gyönyörűen énekelsz és lantolsz. Én is ezt teszem. Tegnap előtt csinos kis dalt szereztem. Lant kísérettel előadhatnám, ha nagyon érdekelne. Különben hagyjuk. Majd máskor. Most csak ismerkedjünk, Britannicus. Nekünk össze kell tartanunk. Mind a ketten írunk. Sokat használhatnánk egymásnak, együtt csiszolgathatnánk verseinket. Te nem írtál mostanában semmit? Semmit. Sajnálom, mert minden érdekel, ami tőled való. A kerti ünnepségre azonban feltétlenül el kell jönnöd. A féle kis irodalmi esté csak értők számára, zárt körben költők és írók olvasnak fel, mint rendesen. Nem tudom, majd meglátom. De érts félre, jó helyet biztosítanék neked a műsorban, az elsőt vagy az utolsót, ha kívánod, én nem is énekelek. Én nem akarok háttérbe szorítani, árnyékot vetni rád. A császár magasan fölötte áll azoknak, akiken uralkodik. De a művészetben nem ismer meg különböztetést. Itt egyformák vagyunk, költők. Te is, én is. Miért gyűlölsz engem? Nem gyűlöllek. Akkor nem szeretsz. Tévedsz. De igen. Te másnak érzed magad, s úgy érzed, én is teljesen más vagyok. A verseim is mások, talán nem is érted őket, talán nem is becsülöd őket. Alig ismerem. Hiszen mindenki szavalja. Nem járok az emberek közé. Az Agamemnont sem olvastad? Elmondták egyszer. Gőgös vagy. Az a bajod. Nagyon gőgös és dőfös vagy. Azt képzeled, hogy gonosz tervek lappanganak bennem ellened. Talán nem is beszélek őszintén. Nincs így. A szívem tiszta. Semmi aljasságot nem rejtegetek. Nem vagyok rossz. Te vagy a rossz! Lehet. Miért nem beszélsz? Ha gyűlölsz, ki vele? Mondd a szemembe. Most szabad? Esküszöm, nem lesz bántódásod. Nevezz ért szakállúnak, vagy tüzes fejűnek, mint egykor, gyerekkorodban. Tépd a fülem cimpáját, ősd rám a nyelved, mint régen. Ma jó kedvemben vagyok. Csak ne alattomoskodj. Ezeket az egyszavas válaszokat, ezt a csöndet nem bírom tovább. Neked valami titkod van? Semmi titkom. Miért titkolózol? Csak hallgatok. Csak hallgatsz? Nem. Elhallgatsz valamit. Ha fájdalmad van, akkor kiabálj. Ordíts, vagy legalább beszélj. Hosszan, folyton beszélj. Nem jobb beszélni? Akkor az ember megkönnyül. De te csak némán vársz, és időnként hullatott szavaid mögött a titkok egész birodalma van. Verseikben is ezt vettem észre. Minden igéd, mint egy a hallgatás tornyából lép ki, mindenkit megtévesztve, sápadtan és jelentősen. Hogy csinálod ezt? Sehogy. Valahogy... Magam sem tudom. Mondom, hogy valami titkod van. Egy boszorkányfogás vagy varázslat, amit csak te tudsz. Áruld el, amit ismersz. Áruld el a szavak bűvöletét. Nem tudom. Magam sem tudom. Talán a szenvedés. Te bizonyára sokat szenvedsz. Seneca mondta egyszer, hogy a nagy költők sokat szenvednek. Aki nem szenved, az vak. Az nem tud írni. Mondd, jó szenvedni?
Jó, és ugyanakkor rossz. Lásd, megint rejtélyeket adsz föl. Én is szenvedtem. Most is szenvedek, úgy, mint senki. De nem akarok szenvedni, és nem látom, miért mindez. Taníts meg rá, kérlek, nézd. Letérdelek eléd, a lábaidhoz kúszok, vinnyogva, mint egy állat. Könyörülj rajtam, segíts. Állj fel, gyere, állj fel, testvér. Szegény testvér. Szegény? Én? Minden enyém. Minden, még az is, ami nincs. Nem. Az az enyém. Ami nincs, az mind az enyém. A semmi nem a tiéd, csak a minden. Csaló vagy. Csaló, gazi és irigy. A kezemben vagy. Eltaposhatnálak. Tudom, hogy mit mondtál rólam a fürdőben. De megbocsájtok mégis. Mindent megbocsájtok. Mert azt is tudom, hogy igaz. 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 Csendesebben. A császár beteg. Ma nem fogad kérvényezőket. A gonosz szellem a fejedben lakozik, császárom. Különösen a 16. és 17. rekesz gyanús. De én megölöm a rontó csirákat. Ha rossz gondolataid vannak, akkor köpj a földre. A nyállal elmúlnak a rossz gondolatok. Ha nehéznek érzed magad, száraz tehén trágyát tétess a melledre. A császár beteg. A kerti ünnepség elmarad. Minden rossznak a forrása az, amikor a vér besűrűsödik. Most eret vágok rajtad. És aztán naponta kétszer tégy a karodra, lábadra, ágyékodra ezekből a piócákból. S hogy felhiguljon a véred, gyakran fogyassz vizes-mézes bort és gyümölcsöt levét. Tested, s vele gondolatod is megtisztul. Császár beteg. A császár nem vesz részt a cirkuszi játékokon. Ki vagyok én? Te vagy Athéneusz, a pszichológus orvos. Tévedsz. Én vagyok az akarat. Mondd utánom. Te vagy az akarat. Az akarat szabadíthat meg szenvedéseinktől. Minden dolog, ami a világon létezik, akaratunk által létezik, és olyannak létezik, amilyennek akarjuk őket. Mi ez? Egy új. Az újjad. Nem. Ez egy kard. Most hozzád érek, és megkarcol. Érzed? Érzem.
ahhoz, hogy szembeszállhass a benned lakozó gonosz szellemmel, testet kell adnod neki. Akkor elpusztíthatod, és szállhatsz, szárnyalhatsz, mint a madár. Most nézz merőn a falra. Először nem látsz semmit, csak a fal tiszta fehérjét. Majd lassan rózsaszín lesz minden, aztán sárga, majd egyre sötétebb, barna. Látod? Akaratoddal most testesíted meg a benned lakó goloszt. Most már kezd alakot ölteni. Látod? Igen, azt hiszem, látom. Egy mozdulattal szétfosztathatod, és akkor megkönnyebbültél. Látom, Britannicus. Nem, neked a gonosz kell látnod. Látom, Britannicus. Miért nem beszélsz? Megint hallgatsz? Te gyenge vagy, én erős vagyok, és mégis Britannicus, Britannicus! Császár! Egy mozdulattal szétfoszlatlak, átkozott Britannicus, gonosz, átkozott Britannicus! Locusta! Itthon vagy, Locusta! Jól van, nyitom már! A császár! Igen, én vagyok, Locusta. De ha bárki is megtudja, hogy itt jártam, az a fejedbe kerül. Gyere be, mert meglátnak. Ne félj, császár. Okom van rá, hogy hallgassak. Méreg? Az. Mire? Nem rá tartozik, öreg anyám. Azért gyorsat, lassút, csendeset, kiáltozósat. Ami azonnal öl. Gyorsan és csendesen. Van friss főzetem. Ezt vidd. Teladó az üveget pár cseppje ételben, italban 10 emberrel is végez. Szaktalan és íztelen. Jól van. Ára? Nincs ára. Ha beválik, majd vetsz valamit. Egyelőre itt van 100 000. Ha beválik, gazdaggá teszlek. Beválik, császár. Beválik. Kitűnő ez az osztriga, különösen ezzel a gyenges párgával és olajbogyóval. Mi szólsz a lazachoz, Zodikus? Pompás, szavamra pompás. Vegyetek ebből a struccvelőből legkedvesebb csemegéim egyike. Ó, Afrika hódolata a császárnak. Egyél te is, Britannicus. Remélem nem vagy beteg. A színed jobb, mint tegnap. Igen, valóban jobban érzem magam. Egyél, testvér! A költőnek jól kell táplálkoznia. Csak az istenek élnek ambróziából. Ajánlhatom a véres hurkát forrón szegfűszeggel. Az erősíti a hangot. Az ő hangja elég erős. Tudom, de nincs benne tűz. A tűz nem mindig melegség. A melegség több, mint a tűz. Hol van Zeneka? Ő kimentette magát. Nagy moralistánk beteg. A csúsz kínozza. Aztán fáradt is, most írta meg a darabját, tegnap elküldte nekem. Ó, milyennek találod? Mint ő, sok közhely és lendület. Nem a legjobb dolga, de megbocsátható. Hiszen öreg, kiírta magát. Mi a címe? Tüesztész. Tudod-e, császárné, ki volt ez az úriember? Nem. Ha megengedett magyarázattal szolgálok, az ő nagypapája Tantalus tőle származik. Attól, aki tulajdon fiát pecsenyének sütötte meg. Híres szakács, nem mondom. Na de az unoka sem volt méltatlan nagypapájához. Nem ismered a mesét, Oktávia? Azzal kezdődik, hogy Tüesztész megfojtja mostoha öccsét. Te ismered, Britannicus? Igen, ismerem.
Ez csak reggel. Az, de milyen reggel? Nem tudom, valahogy a kecskét jobban szeretem, mint a tejbefőtt kappant. Sót kérek. Tüesztész tulajdonképpen jó fiú volt, csak egy kicsit szerelmes. Elcsábította Atreusnak, a bátyjának a feleségét, akitől több gyermeke született. A bátyuka ezért egy kicsit megharagudott, és a nőt a tengerbe vetette. Ugye helyesen cselekedett? A moralisták, mondjuk Seneca, helyeselnék. De ezzel még nincs vége, császárné. Atreus sem esett ám a fejjel ágyára, meg is büntette kikapós öccsét. Színleg megbékült vele, és lakomára hívta. Gőzölgő tálakon gyönge finom hús szolgált föl, Tüesztész torkig lakott vele, akkor aztán kiderült, hogy a saját fiait ette meg. Elég! Borzalmas. Minden költészet borzalmas. Nem cukros víz. Mit teszel, Zodikus? Rigót. Rigót! Borssal én is szeretem. Íme így ér véget egy énekes madár pályafutása. Kedves kolléga, megdicsőült énekes lenyellek. Persze kartársi szeretettel. Visszatérve tüesztészekre, tőlük származik Agamemnon is, akiről egyik versemet írtam. Azt, amelyik annyira tetszik Britannicusnak. Britannicus! Hallod? Parancsolsz? A költeményemről beszélünk, az Agamemnonról. Mi a véleményed róla? Nagy király volt. Úgy látszik, még mindig nem tudsz beszélni. Így általán egy korty bort, hogy megjöjjön a hangod. Zodikus! Öcsém megszomjazott? Igen, uram. Értem, uram. Agamemnon tehát a király, akiről a verset írtam. Britannicus. Britannicus, fiam, mi van veled? Rosszul van, orvost kellene. Na, semmi az egész, megint rohama van, hiszen nyavaja törős. Meghalt. Britannicus meghalt. Sajnálom. Igazán sajnálom, barátaim. A vacsora véget ért. Meghalt a fiam, Nero. Császár! Nero, a fiam halott. Vajon miért, Nero? Meghalt, néma. Néma, mint Claudius. Igen, néma. Azt hittem, a távol tartom a politikától, élhet. A hangjára nem gondoltam. Elég, nem tűröm! Anyád vagyok, neked is. Én meg császárod. Száműzlek! Elhagyod a palotát holnap? Nem. Még ma. Az Antónia kastélyban laksz ezentúl. Testőrség nélkül. Szerényen. Megértettem, császár. Megyek. Siess a temetéssel. Lakuszta készítményei csak a halál után árulkodnak. Hamarosan kék foltok ütnek ki rajta. Én csak tudom, császár. Nero, a véres költő. Kosztolányi Dezső regényét rádióra alkalmazta Lendvai György. Az első rész hangzott el. A szereposztás a következő volt. Nero, Lőte Attila. Claudius, Balázs Samu. Agrippina, Tolnai Klári. Seneca, Gáti József. Britannicus, Tordi Géza. Octavia, Vencel Vera. Lalage, Soltész Anni. Lucanus, Somogyvári Rudolf. Zodikus, Horesnyi László. Locusta, Ladomerszki Margit. Fuvolás, Szersény Gyula. Fannius, Benkő Gyula. Közreműködött még Gál János, Keleti László, Miklósi György, Páncél Pál, Sebestyén Mihály és Viola Mihály. Zenét összeállította Belohorszki Károly. A rendező munkatársa Orbán Jenő. Technikai munkatársak Dobó Katalin és Kádár László. Szerkesztette Albert Zsuzsa. Rendezte Varga Géza.
A hangfelvétel 1970-ben készült.